Millás reggeli. Na hát nézzük meg, hogy mi a legfrissebb. Én megmondom őszintén, kicsit csalódott vagyok a georgiai, pennsylvániai és nevadai számláló biztosok munkájában, annak gyorsaságában. Nem már egy kicsit nem. Ki is, hát. Én azt mondom, Egyet. hogy nem, nem. Én, én, a szerdai nap után azt gondoltam, hogy, hogy itt az adásidő alatt tudunk majd valami olyat mondani a kedves hallgatóknak, ami biztos, de hát nem tudunk. Hát ugye, én csak, én csak, bíztam benne, de hát lényeg, figyelj, fontosabb az, hogy kipihenjék magukat, és ami inkább jöjjön egy fél nappal később, de bízhassunk abban, hogy mondjuk az újraszámoláskor már nem változik, tehát számolják meg normálisan, ezt szerintem oké. Na most Georgia így is majdnem átfordult. Az tehát, nagyon durva, 463 szavazattal vezet Trump. Igen. Még egyszer akkor az alapfelállás, hogy mi szükséges. Pennsylvania az egyetlen állam, ami akkora, hogy annyi elektort küld, hogy ha az megvan Bidennek, akkor már ő az elnök. Tehát jelen állás szerint, ugye 251 elektornál tart most, és Pennsylvania 20-at jelent, és akkor azon átlépi a 270-es hatát. Pennsylvania alszik, ott már elég régóta nincsenek eredmények, ott jó esélye van Bidennek, hogy megfordítsa az állást. Trump egyébként őrjön, ott mi mennyi? Van, most már Amerikában lassan, hát, hogy a keleti parton van. Hat órával, ízel, hat órával van um, korábban, ugye? Nem, ja nem, nem, akkor, nem, akkor nyugati. Búúú, most már nem tudom, mert valahol azt olvastam, hogy neki aludnia a New Yorkban három hát, óra hát, 51 perc van. Le, igen, hatot vonunk le, akkor igen, hát akkor a közepén van a keleti parton, igen. És de folyamatosan Twitter, a twitter lesz a, és egyre idegesebben. Tehát, ha így folytatja, és az eredményeket nézi, és nem alszik, akkor akkor lehet, hogy ez már árt az egészségének, legalábbis nagyon úgy tűnik. Meglát, hogy e, miket ír. E, úgyhogy. E, hát. Az már megjelent a hírekben, hogy a valaha amerikai elnök által leg. E, Hát nem is tudom, hogy a dishonestnek mi lenne a magyar fordítása. Tehát a legkevésbé őszinte beszédet mondta uh -huh. Donald Trump, uh -huh. amikor is a három vezető amerikai csatorna uh, mind a három elkapcsolt a Fehérházban lévő sajtóközpontból, ahol uh, olyan szinten ócsárolta a uh, választási folyamatot, illetve a demokratákat, hogy az, ahogy már itt a hírekben is elhangzott, már több republikánus képviselőnél is kiütötte a biztosítékot. Uh -huh. Jó, hát nagyon úgy tűnik, hogy nem neki áll az ászló, de ezt még nem jelenthetjük ki. Tehát frissítésről frissítésre úgy tűnik, hogy Biden továbbra is az esélyes, de hogy ez mikor fog kiderülni, hát úgy tűnik, hogy magyar idő szerint ma este, későn este, hogyha majd fölébrednek a keleti parton és a nyugati parton is, és majd érkeznek még újabb eredmények, de igazából ez megint csak a jóslás kategória, tegnap azt hittük, hogy már e, ma reggelre simán lesz annyi eredmény, hogy meg lehessen alapítani. Leállított a... a Facebook egy 350 ezer fős csoportot, 350 ezer főről beszélünk, amiben Trump hívők a választási csalás hamis hírét terjesztették, tehát ez Nem, is... le is lőtte a Facebook egy e igen. Igen. Uh -huh. És uh, amikor a műsor elején ugye említettük azt, hogy nem ez az egyetlen ilyen nagyon közeli uh, elnökválasztás, amikor tényleg ilyen hajszálon uh, dölt el, hogy mi történik, hanem az egyik történelmi az a uh, Kennedy-Nixon um, volt, és um, ott valami nagyon kicsi 0,17 vagy 18 század százalék volt végül is a az előny, úgyhogy úgy, ilyen előfordul. Ráadásul még az is bonyolítja a szitut, hogy ahol újra kell számlálni, ugye, az az egyik. A másik pedig az, hogy az elektorok, tehát elvileg ugye a nép elektorokat választ. Az elektorok választják meg az elnököt. Tehát, hogyha 270 elektor megvan, akkor azt mondhatni, hogy úgy biztosított a pozíció, de ez, ez nem teljesen így van, tehát, Igen, már elindult, ha lehet hűtlen elektor valaki, például Igen, az érdekes. Az nem biztos, hogy úgy szavaz, az a hogy I, várják. Ez, ez nagyon érdekes. Most, nyilván ilyesmi azért nagyon-nagyon ritkán fordul elő, vagy nem is tudom, hogy előfordult, de már lehet, hogy volt ilyen, de az biztos, de... Hogy, hogy, hogy van rá esély. Tehát, hogyha mondjuk No Minimális. Ezek nyilván minimális, minimális, csak ilyen is előfordulhat. Tehát, hát, mert akkor érdemes beszélni, hogyha tényleg kijön az, hogy hogy uh -huh. 270 vagy 271 uh -huh. a vége, de hát jelen, jelen szerint nem erre van a legnagyobb esély. Okay. Nem, legkésőbb. ez csak mint érdekességet mondtam itt. É, a... Igen, elméleti szinten ez, ez, ez még lehet. Na, mindegy, ha Pennsylvania meg lenne, akkor az megvan. Hogyha Georgia átfordul, és ö, akkor azt jelenti, hogy onnantól kezdve bármelyik kicsi állam már elegendő, onnantól kezdve már bármelyikkel átfordulhat Biden javára. Tehát lényegében Trump oldaláról nézve pedig az egész úgy néz ki, hogy lényegében mindent nyernie kéne. Egy kisebb állam elvesztése férne bele neki max, tehát hogyha ha Georgia-t elveszti, onnantól kezdve nincs hiba lehetőség, onnantól azért mindent nyernie kell, hogy meg tudja fordítani. Tehát ez most a helyzet, és mondom, hogy ahogy amerikai ébred, akkor után jönnek majd eredmények. Egy picit még szerintem érdemes a, Járványhelyzetre is sajnos visszatérni, mert egészen brutális adatok jöttek megint, Na, megint ma reggel. Magában az, hogy száz fölötti halálozási szám, ez <coughs> nyilván sokkoló, de hát őszintén szóval kivárt más, aki olvasta a híreket, meg a szakemberek előrejelzéseit, sőt, hát ez még folyamatosan nőni fog egy elő, miután a a halálozás elég jók követi két-három héttel a, az új megbedeg, megbedegedések számát, ráadásul közben az egészségügyben nő a feszültség, tehát elég arra gondolni, hogy a nem covid osztályokon még egyre inkább mindenféle más szakorvosok, személyszak, ortopédusok kezelik a betegek, belgyógyászok helyett a betegeket, és neki kell eldönteniük és észrevenniük a gyors romlás jeleit minél hamarabb, és ez nyilván, aki nem szakorvos, az egyre kevésbé sikerülhet. Erről is már hónapokkal ezelőtt beszéltek az orvosok, meg az orvosi kamara képviselői is. Ugye ez valószínűleg még rosszabb lesz. Az egyetlen pozitívum egyébként, noha kommunikációs szinten felesleges, meg, meg, nem kell tesztelni sokat, meg jól tesztelünk, azért csak elkezdtünk többet tesztelni, tehát most először 20 évvel fölötti tesztet végeztünk, ami mindig barami kevés arányosan, még mindig jócskán 20 fölött van a pozitívak aránya, és majdnem 5000-rel brutális csúcsot döntöttek az új a száma is, de legalább valami a tesztelésbe elindult, hát lehet, hogy későn, meg nyilván ennek a kontaktutatásra is együtt kéne járnia, de hát azt már elengedtük az elején, illetve már az elején sem sikerült a kontaktkutatás megfelelően csinálni legalábbis a szeptember elejé hírek alapján. Úgyhogy ami, ami nagyon fontos ma tényleg, hogy a miniszterelnök végre beleállt és mondott ő is számokat, legalábbis elismerte, hogy az egészségügy nagyon a határokon táncol. Ezzel kapcsolatban érdekes információ, friss info, volt tegnap egy konferencia, orvosok tartották a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaságnak az online konferenciája, és ott sok orvos nyilatkozott és erről a 24.hu idézi a Medical Online tudósítását, hogy szerintük már nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez a bizonyos határhoz, ahol az egészségügyben már választani kell hogy kit kezelünk, is, illetve kit mentünk meg. Úgy tűnik, hogy itt azért kicsit más számokat lát a, a kormány, de már a kormány is elismerte, a miniszterelnök mai nyilatkozata szerint, hogy ez hamarosan eljöhet. Más kérdés, hogy a meghovott intézkedések laikus szemmel nézve nem állnak arányba ezzel, hogy bármit is, vagy hogy túl sok mindent tennénk ez ellen, illetve csak az egészségügyben teszünk megelőző intézkedést, meg keveset. Úgyhogy ezek a okay. mai hírek. Ma úgy tűnik, hogy minden erről szól. Közben megkaptuk a... Adásunk, adás alatt is ezzel kapcsolatban, hogy érdemes mindenkinek. Tehát le, amire leginkább érdemes figyelni pedig, hát a lehet kerüljünk mindenkit, és akkor Így ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy az egészségügyi ellátásra Kényszerüljünk úgyhogy hogy igazából egyéni szinten szerintem mindenki ak akkor teszi a legjobbat, hogyha minél kevesebbet kockázhat, és minél, kock minél kevesebb, és kisebbet kockázat, és minél kevesebb embertársával kerül közvetlen kapcsolatban. Szóval hűtlen elektorokról megvan egy, egy külön Wikipédia bejegyzés, köszönjük Ágnes hallgatónak. 2016-ban például voltak tizen. <laughs> azok közül három, három nem mm. sikerült, ezeket, ezeket végül nem a vették jogilag, figyelembe. Jogilag is lehet őket igen, úgy, a jelentem, de vannak, a szó, és, és végül ott vannak a, a, a hűtlen elektoroknak a listája a Wikipédián, és hogyha mm. már a zenéről volt szó, kérdezte egy kedves hallgató Imre, hogy ez ugyanaz a William Shatner, az igen, ez a kérlek, Shatner. körkapitány, és T.J. Hooker egyben. Mi pedig, ez egy új lemez, nem? Ez egy új lemez, és a legfontosabb, hogy ennek a videoklipjét a gróf Balázs magyar rajzoló rajzolta, magyar De filmes ne, nem. rajzoló. Beszéltem vele telefonon, majd valamikor a kultrovatba be fogjuk őt csatornázni, mert nagyon érdekes volt. Vm Setnerrel közösen együtt dolgozott videócsetán, és úgy alakították ki a rajzokat, úgyhogy egy izgalmas Egyiként rá lehet keresni meg, lett, nagyon jó lett a, a videoklip. Úgyhogy... Igen, igen, az I Put a Spell on you, ahhoz készítette Aha. ő a. Teljes videoklippet, animációs videoklippet, úgyhogy e, e, majd beszélünk vele. Na, hát e, mi akkor búcsúzunk egy kis e, muzsikával, amit kimondottan a jelen helyzetre raktam be, úgyhogy e, figyeljük, hogy mi történik. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes hétvégét mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!